Sziasztok! Ma egy újabb vlogusztus epizóddal jövök nektek, remélem, hogy tetszeni fog. Ez egy napi vlog lesz, amit most készítek nektek. Boom! Sose tudom, hogy milyen intro lenne a legtökéletesebb bejelentkezésnek, de lehet, hogy csak egy sima sziasztok is elég lenne. Lejöttem ide a konyhába készülődni, mert hogy várom a hűtőgép szerelőt. És legutóbb, amikor kim volt a drágám, akkor hiába szóltam neki, hogy jó lenne, hogyha előtte telefonálna mondjuk egy 10 perccel, hogy mikor jön, nem telefonált, és csak simán beállított. Úgyhogy nem merek fönt sminkelni, fönt nem hallom, hogyha csöngetnek. Lent is nagyon-nagyon-nagyon halkan, úgyhogy ez a csöngő téma, ez nálunk ez ilyen kérdőjeles, mert van, meg új, meg minden, egy ilyen normál, régi típusú, tudjátok, ez a klasszikus csöngő rendszer van, nem ez a, mit tudom én milyen, hanem megnyomod, kész, és akkor így, ezt jól megaszontam, de hogy mivel kint van az előszobában, ezért nagyon nem hallatszódik, viszont ha meg felhangosítjuk, akkor meg, ha konkrétan valaki az előszobában van éppen, megsületül. Úgyhogy most inkább leköltöztem ide, mert nem akarom, így is már 4 hetet vártam a szerelőre. Múlt héten felhívtam, hogy mondom, nyírság van, nyaralni volt, és azt mondta, hogy most ezen a hét elején majd eljön, mondom, jó, majd akkor telefonáljunk, hát nem telefon, vagy ő telefonál, hát nem telefonált. Úgyhogy nekem kellett őt felhívni, és mondtam, hogy jöjjön, mert most már nem tudom, mennyit kellene várnom még rá, úgyhogy elvileg jönni fog ma délelőtt, úgyhogy nagyon várom, tűkön ülve várom. Aztán jön egy csomagom is, ami nagyon-nagyon fontos, és MPL hozza, és az MPL futár sem szokott előtte szólni, hanem csak így beállít, és ő is csak csönget, és nem telefonál. És hogyha valaki nem megy ki, vagy nincs itthon, akkor ő nem is hív, meg nem is semmi, hanem ő fogja magát, bedob egy cetlit, és vedd át a postán. Ennyi. Úgyhogy őt sem akarom elszalasztani, inkább leköltöztem most ide. És itt fogok elkészülődni. Egyébként a hűtőnek az a baj, hogy borzasztó hangos, illetve fagy a hátulja brutál mód, és ez egy ilyen típus probléma. Mindenki volt, akinek jönnie kellett. Elvileg meg lett csinálva a hűtő, már nem emlékszem, hogy reggel mit mondtam, hogy elmondtam, hogy mi a baja. A hátulja nagyon fagy, ez egy beépített hűtő, és majd mindjárt megmutatom, hogy milyen vastag jégréteg keletkezett a hátulján. Elvileg ez típus hiba, mert hogy pont amikor bejelentettem ezt a szerviznek ezt a hibát, akkor jött velem szembe egy ilyen Facebook csoportba ugyanezzel a típusú hűtővel ez a hiba, és aztán egy csomóan írták, hogy nekik is ez volt a probléma, stb. És akkor én is telefonáltam, akkor még nem volt ennyire durva a helyzet, most meg már annyira lejegesedett, hogy brutális, és most ugye elment a szerelő, valami panelt cserélt benne, és mondta, hogy most le kell engedni a hűtőt, mondom, remek. Szerencsére ugye van nekünk egy kinti hűtőnk, ami ilyen üdítő, meg pia, meg ilyesmi kintre, hogyha jönnek hozzánk vendégségbe. Úgyhogy azt fogom kipakolni, teljesen kiveszem belőle az alkoholt, meg az üdítőt, mert hogy arra abszolút nincs szükség, hogy most hűtsük, most ez a fontosabb, hogy most tele van a hűtő, és azt kell most hűteni, mert hogy teljesen le kell engedni, hogy az a fagyás, az lejöjjön a hátuljáról, és utána újra visszadugni. Most még megy, most még nem húztuk ki, de hogy ki kell húzni, és akkor utána ennek a fagyásnak, hiába van most új panelcsere, az a fagyás nem fog onnan eltűnni, hanem azt le kell olvasztani, úgyhogy nagyon jó, ez lesz most a délutáni programom, minden mást félreteszek. Megérkezett az MPLS csomagom is, amit már nagyon vártam, illetve utána egyből jött az Express One-os futár is, és meghozta a következő sírendelésemet. Úgyhogy most megláthatjátok, hogy hogyan szedem
csapatokra sínes zacskókat, mert annyira izgulok, és annyira kíváncsi vagyok, hogy miket is rendeltem mondjuk 2 héttel ezelőtt, mert addig azóta már elfelejtettem, és felpróbálgatom, hogy mi újság. Ó! Hát ez nadrág, ez egy nadrág, ami most először a kezembe került. Most inkább ilyen, ilyen nyárias, vékonykás nadrágokat rendeltem, mert hogy ruhából már bőven elég van, viszont ilyen nadrágokból, amihez mondjuk egy blúzt, vagy egy sima egyszerű, egyszínű felsőt, vagy bármilyen felsőt fel tudok venni, olyanok nincsenek, és a farmer az meg így nyáron annyira nálam nem, mert mondjuk éppen kifele megyünk már a nyárból, de szerettem volna, hogyha vannak ilyen, ilyen kis klasszikus nadrágjaim is. Aztán ez nem tudom, ez is egy nadrág. Ó, de jó kis lenge, ez egy fekete csíkos nadrág, ez biztos jól fog állni szerintem, ez a lefelé hosszanti csíkos. Aztán van egy másik csíkos is, ez is nadrág. Csak ez ilyen kék, és ehhez elképzeltem egy sima fehér inget, és hogy milyen jól fog kinézni. Remélem, hogy láttok egyébként, mert hogy itt van most úgy, hogy így jó a fény, mert amúgy el van borulva. Aztán ez nem tudom, mi lesz, szerintem ez egy felső lesz, vagy... Á, nem! Ez egy edzős gatya. Ilyen kis legging-szerű, és aztán van egy... Nagyon szép kék valami. Ez is egy nadrág, jó. Mondom, teljesen elfelejtettem már, hogy miket rendeltem. Ez egy ilyen elegáns nadrág. Ah, alig várom, hogy felpróbáljam őket. Még van más 2-3 dolog, de egyszerűen nem bírom ki, fel kell ezeket próbálnom. 8 ruhadarabból 4 lett jó, és ez a 4 sajnos nem, és ez a nagyja nadrág. És nagyon vártam őket, és pont ilyen lenge, lezser kis nadrágok, de mind feszül a csípőmnél, és nem kényelmetlen, nem azt mondom, hogy kényelmetlen. Gondoltam rá, hogy lehet, hogy itthoni nadrágoknak így befogom, még nem tudom, lehet, hogy eladósorba fog kerülni, és majd amikor szelektálom a ruhákat, akkor majd egy ilyen blokkszél keretein belül majd kiszanálom. Például ez a gyönyörű, szép kék nadrág, ezen még gondolkodom, mert ez ennek nem kell olyan budgyosnak lennie, sőt, ennek nem kell budgyosnak lennie, ennek ilyen viszonylag feszülősnek kell lennie, legalábbis a modellen majd megnézem, hogy rajta hogy állt, és akkor rajtam hogy kéne. És azt hiszem, hogy ez is, ez meg egy, ezt annyira sajnáltam. Általában minden sínes farmer jó szokott lenni, megvan a bevált méret, amit rendelek. Rendeltem egy rövid nadrágot, egyik méretben mindig egyik méretet rendelek farmerekből, és ez nem lett jó, nagyon nem lett jó. Ha nyúlós lenne, nyúlósabb lenne az anyag, ha jobb lett volna, de sajnos nem jó, és ezt egyik szelben rendeltem. Remélem, hogy igen, egyik szel. Pedig ez annyira jó lett volna, ilyen kis rövid farmer naci. Sajnálom, ez sajnos... Nem, pedig brutál jól néz ki. Annyira vártam már. Az egész rendelésből ez a fekete leggings, ami végül befutó és a kedvencemnek mondható. Van zsebe, tök jól néz ki itt a vaginál azok a kis átlátszó kis rublikák, úgyhogy ez most nem volt egy olyan hatalmas, szuperságos rendelés. Látjátok, ilyen extra brutál fagyás van rajta, ami konkrétan innentől, látjátok,
körülbelül nagyobb, mint az öklöm. Ide teszem az öklömet, látjátok, hatalmas, jaj, bezorult a kezem. Úgyhogy ki lett cserélve itt valami, itt fönt ez ki lett így szedve, és akkor elvileg, hogyha ez a nagy dög itt leolvad, utána már nem fog ilyesmi keletkezni, ilyen nagy jég. De hát brutális, mert teljesen benőtte ezt a felső, mi ez, üveget is. Az a terve, hogy először a fogyasztóból pakolok ki, és utána a hűtőből, és hozok majd ilyen kosarakat a pincéből, ilyen bevásárlós kis kosarakat, és abban fogom kivinni, nem egyesével a cuccokat. Hát most viszonylag sok minden van itt. Szelektálni is fogok, főleg a fogyasztó részből, amelyik ugye kinti kis hűtőbe be fog férni minden a két rekesz részről. Teljesen kipakoltam, ahogy látjátok, az aljából is, innen föntről is. Arra gondoltam, hogy majd akkor takarítom ki, miután teljesen kiolvadt, most fölöslegesnek tartom, illetve majd ide beteszek egy rongyot, vagy valamit, hogy ez a... Hogyha elkezd olvadni, akkor ne legyen tiszta víz minden, úgyhogy remélem, hogy ez egy napba fog telni, ilyen melegbe legalábbis, remélem, hogy nem fog több napot igénybe venni. Egyébként teljesen jól elfértem a másik hűtőben is, sőt, pont tökéletesen elfértem, mondjuk nem sokkal kisebb, mint ez. Azt gondolná az ember, hogy ez egy ilyen tök hatalmas, ilyen 1,90 magas, de alig lehet belepakolni, amúgy tökre nem praktikus egy ilyen beépíthetős hűtő, úgyhogy két kis rekesze van, régen akartam is fagyasztó szekrényt venni. Tudjátok, ilyen, ugyanilyen fakosat, de hát idén erről azért letettem a nagy energia ár drágulás miatt, közben megy a háttérbe a jó barátok. De a lényeg, hogy kipakoltam, nagy nehezen kihúztam, ennek nem a hátulján van, direkt az asztalossal úgy beszéltük meg, hogy itt fönt legyen a felső szekrénynél, legyen a konnektor, hogy ne az legyen, hogyha bármi baj van, akkor nem tudjuk kihúzni, úgyhogy nagy nehezen beértem oda hátra. Egészen jól elfértem ebben a hűtőben is. Szépen bepakoltam, úgyhogy nincs miért aggodalmaskodnom, hogy a hűtőnek most ugye nem kell, nem szabad mennie, és le kell engedni. Ha nem lenne mondjuk ez a hűtő, akkor vagy nem tudom, hogy oldanám meg, de jó, hogy van ez a kis másodlagos hűtőnk. 7:30, és
Úgy néztem, hogy teljesen kiolvadt a hűtő, és vissza lehetne pakolni, de nagyon nincs kedvem hozzá. Úgyhogy lehet, hogy ez reggelre marad inkább, mert még locsolnom kell, illetve ki kellene takarítani a hűtőt, mielőtt bepakolok. Úgyhogy ez majd holnap reggelre marad ez a sztori. Viszont nagyon ijesztő volt, mert konkrétan az a nagy jégdarab, ami a hátulján volt, az ketté tört, ugye pont majdnem a közepénél ott volt a polc, ami ugye így majdnem így elvágta a jeget, és ahogy olvadni kezdett, így nem is tudom, hogy rá egy órája körülbelül, hogy ugye ki lett húzva, meg kipakoltam, hallottam egy ilyen hatalmas nagy puffanást, és gondoltam, hogy a jég csinált valamit, és úgy mentem oda, hogy úristen, remélem, hogy nem tört össze az üveg, és nagy-nagy szerencsénkre nem történt semmi az üveggel, és nem tört össze, mert az is egy jó kis kör lett volna új üveget, új polcot beleszerezni. De a lényeg, hogy reméljük, hogy ez a panelcsere most már megoldotta a hűtőt. A mosogatógép, hát az is ott van már lassan egy hónapja a szervízbe. Most az így összejött az a gépek elromlása. Reméljük, hogy azt is megjavítják, és visszahozzák hamarosan, mert ez a... Egyrészt, hogy ez a lyuk a konyhába, ott a hűtő mellett, ez már elég idegesítő, meg hát ez a kézzel mosogatás nem túl energia, meg költséghatékony, meg időhatékony, meg mit tudom én, mert nagyon sok meleg vizet elhasznál az ember. Úgyhogy igazából szerintem ezt a mai videót, mivel már a locsoláson kívül nem fog semmi történni, illetve elkezdünk majd, vagy hát folytatunk egy sorozatot, amit mostanában kezdtünk el, körülbelül egy hete a Netflixen a Manifest, nem tudom, hogy ejtik, ezt a sorozatot kezdtük el nézni, valaki ajánlotta nekem valamelyik vlog alatt kommentben, innen is nagyon köszönöm, mert hogy végre egy sorozat, amit ketten tudunk nézni Gáborral, és nem olyan, ami csak engem köt le, hanem Gábor is nagyon szívesen nézi, úgyhogy azt fogjuk folytatni, majd minden este szoktunk nézni körülbelül egy más felet, attól függ, hogy mikor kezdünk bele, és mennyire álmosodunk el, úgyhogy ez lesz már a program, úgyhogy tényleg semmi extra. El is köszönök, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok a mai vlogban is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!